A szabadkereskedelmi egyezmény, amit szabályozási együttműködésként apostrofál, az valójában a szabályozás kivonása mind a tagállamok, mind az Európai Unió demokratikus intézményeinek hatásköre alól. Ha ez az intézmény létrejön, akkor senki által meg nem választott szakértők fogják eldönteni, hogy milyenek lesznek az élelmiszerbiztonság, vagy akár a közlekedésbiztonsági szabályok Európában, annélkül, hogy erre bárkinek bármiféle befolyása lehetne. Ez nem egy fenntartható álláspont.